Csak nem ezren élnek a Tiszavasváritól 20 éve levált szorgalmatoson. A település a közelmúltban számos területen gyarapodott, utak újultak meg és az iskolát is fejlesztették. A helyi tanulók hamarosan újabb élményekkel gazdagodhatnak, méghozzá Székelyföldön. A község polgármestere kedden írt alá testvér települési megállapodást a Hargita megyei Csíkmadaras vezetőjével. A két település között tavaly augusztusban egy erdélyi látogatás során jött létre a kapcsolat, amelyet szeretnének tartalommal megtölteni a jövőben. Nagyon sokat gondolkoztunk már azon, hogy hogy lehetne ezt a testvér települési kapcsolatot kamatoztatni, és mivel elég babonás vagyok, nem szeretnék konkrétumokról beszélni, de úgy gondolom, hogy mind az iskola diákjai, mind pedig a település lakói is úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív, kimenetelű testvértelepülési kapcsolatnak lehetnek majd. A tanúi is megélhetnek olyan dolgokat, amit eddig nem tudtak esetleg, vagy nem volt rá lehetőségük. Tehát ebből úgy gondolom ki is derül nagyjából, hogy miről lenne szó. Nagyon nagy célom az, hogy megmutassam a település lakóinak Hargita megyét, illetve Csíkmadarast. Csíkmadaras polgármestere kifejtette, egy testvértelepülési megállapodás a békét szimbolizálja, ez az üzenet pedig a jelenlegi háborús helyzetben még inkább felértékelődik. Az a legfontosabb, hogy baráti kapcsolatok alakuljanak ki. Tehát ez egy egyességnek ez a lényege. Azt tudod, hogy most mi aláírjuk, ez egy formaiság, de ezt természetesen fel kell tölteni a tartalommal, kell vigyük tovább a kultúránkat, gyermekeinknek a programjait. Tehát úgy gondolom, hogy ebből tud lenni egy hasznos együttműködés szorgalmatos. Vinai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a Székelyfölddel való szoros kapcsolat megmaradásában hatalmas jelentősége volt annak, hogy az országgyűlés 2010-ben elfogadta a kettős állampolgárságot. Hozzátette, szorgalmatos életében történelmi az esemény, ez ugyanis az első testvértelepülési megállapodása. Tavaly Erdélyben jártunk, Székelyföldön jártunk, Csíkmadaroson jártunk, ahol mintegy 2000-2100-an laknak színmagyar település Székelyföldön, szorgalmatosan mintegy 1000-en laknak, és a két polgármester, aki azonos korosztályhoz tartozik, azonos gondolkodású, szeretné fejleszteni a települését, szeretné, hogyha a magyar-magyar kapcsolatok, határokon átívelő kapcsolatok megerősödnének, és én magam is támogattam ezt, de civilek is támogatták, és képviselőtestületi tagok, vállalkozók, támogatók, úgyhogy én azt mondom, hogy nem csak hogy egyszerűen ünnepi pillanat a mai, történelmi pillanat. A politikus hozzátette, bízik abban, hogy a két település közösségei erősítik egymást, az önkormányzatok pedig színvonalas kulturális rendezvényeket valósítanak meg közösen a jövőben.